Sziasztok! A mai videóban a számítógép építés menetéről lesz szó, és hogy én mit hogyan csinálok. Miért elkezdeném, fontos azt kiemelnem, hogy vannak olyan részek, ahol a sorrend nem igazán számít, úgyhogy ha te más videókban nem feltétlenül így láttad, akkor azzal nincsen semmi probléma. Én először mindig az alaplappal szoktam kezdeni, refrissítem a bios hogy a lehető legstabilabb legyen minden, és ne legyenek kompatibilitási problémák. További részleteket kattints a kis i betűre. Ezek után jött a processzor, ami ezt fel kell emelni, azt a kis oldalsó kart és a szép beletenni, úgy a hogy ugyanabban a sarokban legyenek a nyilak. Elrontani ezt nem tudod, mivel csak a jó irányban megy be a helyére. Aztán csavarjuk ki a CPU körüli csavart, és rakjuk fel a hűtő távtartóit. Majd pasztázzuk a jobb hővezetés érdekében. A legtöbb hűtőhöz kapsz mellé keve néhány gram pasztát, ami tökéletes a, célra. a Gyári hűtőnél mindenképpen kapad le a gyári pasztát és rakj rá sajátot. Ezt nem kell túl bonyolítani, a proci közepére teszel körülbelül annyit, amit most a képen látsz. Ha túl sokat tennél, az nem probléma, mivel a feleség ki lesz nyomva a Ha túl keveset tennél, az már problémás, mert nem lesz jó a hővezetés, és magasabb hőmérsékleten fog ketyegni a processzorod, ezzel a teljesítményt és az élettartamot rontva. Minden hűtőnek más a működése és a felszerelése, ezért olvasd lépítés építés a leírást, és nézz róla a guide videót, nehogy rosszul járj, mint én. Ezek után tett fel a hűtőbordát, lehetőleg ne fordítva, mint ahogyan én tettem. A hűtőt egy kicsikét mozgatva rakt fel, hogy a hűtőpasztát eldolgozza rajta, és az minden hová jusson. A ventilátort itt mindegy, hogy melyik oldalra fogatott fel, a bal oldalra célszerű rakni, mivel itt nem fog zavarni a későbbi ramcsere esetén. Ha mégis a jobb oldal mellett döntenél, akkor a ramokat rak be a ventilátor felfogatására. Fontos, hogy próbáld oda a felfogatás a ventiket, hogy megnézd a kábel hosszát, mivel itt még könnyen tudsz változtatni. Aztán felfogatod a ventit, sajnos nálam nem volt ez ennyire egyszerű, 15 perc szenvedésbe került felhelyezni, amilyen túl szélesek voltak a bordák. Többet nem fogok ilyen hűtőt venni, az is biztos. Én ilyenkor szoktam beletenni a romokat is, így meg kell nézni a könyvében, hogy melyik szótokat kell használni. Mondjuk én még nem találkoztam olyan lappal, ahol nem a második és negyedik helyet kellene használni dual channel esetén. Fogjuk a kártyákat és szépen araszolva lefelé nyomjuk a bal és a jobb oldalát, míg egy-egy jól kivertő nem hallunk. Ezt sem tudod elrontani, mivel itt van egy rövidebb és egy hosszabb fele, így csak egy irányba megy be a foglalatba. Nem kell megijedni, vannak olyan lapok, ahol szorosabb a foglalat. Az előző bildemnél is beleteltek egy kis időbe, mire be tudtam játszani a memóriát a helyükre. A van PCI Express SSD, akkor azt ilyenkor szoktam a helyére rakni. Ez az egyik legegyszerűbb lépés az összes közül, mivel itt csak bedugjuk oldalról, majd lenyomjuk és becsavarjuk. Én nagyon ajánlom minden moduláris tápegységgel építőnek, hogy ilyenkor dugja be a cpu tápkábelét, mert utólag az bejátszani és szenvedés lehet. Már túl is vagyunk az első felén az építésnek, rakhatjuk be az alaplapot a házba. Én ezelőtt el szoktam távolítani a ház ventilátorait, hogy több helyem legyen, illetve a standoffok -ok is elengedhetetlenek az alaplap felhelyezéséhez. Ebben az SPC házban a fele már alapból be volt szerelve, viszont a másik felét nagyon nehezen lehetett berakni, az egyiket nem is tudtam. A szasztás SSD-ket és HDD-ket is ilyenkor ajánlott betenni. Az SSD-nek a legtöbb házban van hátul külön helye, a HDD-nek pedig tárcája, amit most ilyen esetben helytakarékoskodási céljából kiszed, de ha terben van egy HDD beszerzése, akkor ne csinálj semmiképpen ilyet, mert a saját gépemnél két és fél órát szenvedtem a hely szűke miatt ennek a visszarakásával. Ha ezen is túljutottál, akkor jöhetnek a ventilátorok, én szeretek ennek a felfogatáshoz noktól gumiszegeket használni, kb. 5000 forintból kapsz egy életre legendő kiszerelést, és még halkabbak is lesznek a ventik, melyeket könnyebben rakhatsz így fel. Arra nagyon figyelj, hogy amint felcsavaroztál egyet, azonnal csatlakoztasd, hogy nehogy elfelejtsd végül, hogyha kifutnál a szotokból, akkor pedig vegyél elosztókat, így egy ventilátorként fogsz tudni mindent kezelni, és nem fogsz elveszni a kábelek halmában. A fújási és forgási irány nyilak jelölik, és majdnem minden esetben a martica felé fújnak a ventilátorok. Itt az alapszabály az, hogy előről hátra felé kell menni a levegőnek az ilyen típusú házakban. Bár a gyermeki szinten ragadt felfedezési ambícióimnak és a világ elleni lázadásom eredményeként én teljesen fordítva raktam fel az összeset. Bár utólag kiderült, hogy ez egy nagyon jó megoldás, mivel így nem öreked meg sehol sem a meleg levegő, mivel azt kiszívjuk elől, így a videókártya sem bír annyira túlmelegedni. De ezt majd egy későbbi videóban jobban kifejtem. Ezután szoktam mindent bekötni és a tápegységet is előszenni, ezzel párhuzamosan a kábelmenedzsmentet elkezdeni. Itt is végtelenül egyszerű dolgod van, mivel hiába látsz mindent ugyanolyannak, más alakúak a dugók. További segítséget kinyithatod a tápoz és az alaplaphoz mellékelt kis könyvet aztán nyílt az USB 3.0, az audio kábel, és előszerteted a GPU tápkábelét is. Végül a házhoz mellékelt kis kábeleket szoktam betukni. Ezeknél kell a legjobban figyelni, mivel itt ugyanolyan alakja van mindennek. Keresd elő az alaplapot könyvében azt az oldalt, ami ezt tárgyalja. Itt arra kell figyelned, hogy ha megfordítod a kábelt, akkor látsz egy kis nyilat, az mindig a pozitív irányt jelölik, a másik pedig a negatív, vagy a föld. Az építést a legterágább része zárjuk, beletesszük a a videókártyát. Itt ajánlom, hogy fektesd a házat, nehogy ügyetlenségből kitörd a szotot. Én mindig oda szoktam próbálni a videókártyát, hogy láthassam, melyik részeket kell kitörnöm. Aztán fogom a kártyát, és szépen óvatosan behelyezem, amíg nem hallok egy kattanást. Ezután már csak be kell dugni a tápkábelt, visszarakni a két oldalát a háznak, és készen is vagy. Mind a ennek a pontos specifikációit be fogom tenni a leírásba, ami a videó alatt van így már alkatrész választáshoz lesz valami kiindulási pontot. Remélem, hogy sikerült valamennyi segítenem ezzel a videóval, hogyha valamit kihagytam, akkor szedj szét a kommentek közt ezért. Ha tetszett, lájkod. Like További tartalmakért pedig iratkozz fel. Köszi, és szép napot!